Vigyázz, nagyon vigyázz! Orkok, vámpírok, vérfarkasok, boszorkányok, Tatenem menedzserek és hasonló szörnyű alakok bukantak fel az Emirates stadion környékén, az Arsenal Stamford Bridge-i vendégjátéka idején. A fiatal ágyúsok is most ünneplik Halloween-t, remélhetőleg legalább 800 ember lesz a kapuk előtt. Rengeteg minden történik itt, ahogy látni is lehet. Úgy teszünk, mintha vérezne a szemünk, vagy hatalmas hegek lennének a kezünkön. Ha lemegyünk a lépcsőn, lehet focizni az utcán, szóval a gyerekek csinálhatnak mást is, nem csak üldögélhetnek. Ez a harmadik esztendő, amikor a Halloween party keretében a szülők és a gyerekek nézhetik az Arsenalt, és jól is érezhetik magukat. Ez a zombi. Ez a zombi, igen. Itt van egy zombi, meg itt egy másik. Nekem pedig a fejem fáj. Én már kilőttem a kerekeket, kilőttem a vödröket, de engem még nem találtak el. The wheels. Yeah, and you got shooting buckets. Get the buckets, but I got none. Először ide jöttünk, hogy megnézzük, mi történik, majd lementünk a lépcsőn, és több remek játékot kipróbáltunk. A legtöbbször azt játszottuk, amikor a labdát bele kell juttatni a gumiba. Én utcai focit játszottam, első lettem a büntetőrugásban, most viszont második vagyok. Utcai foci, művészetek, kézműves munkák és Chelsea Arsenal a nagy kivetítőn. Ez az év egyik legnagyobb népszerűségnek örvendő hétvégéje. Egy nagyszerű csapattal dolgozom együtt, amely képes volt megszervezni ezt az eseményt. Ők nagyon élvezik, amit csinálnak, talán ezért is sikerült ilyen jól. Jó látni, hogy rengeteg felnőtt, rengeteg szülő is milyen szívesen vesz részt a különböző játékokban, és ők is örömmel fognak visszagondolni erre a napra. El tudom képzelni az arcukat a különleges ruházatok. Ráadásul láthatjuk a meccset is, remélhetőleg szép győzelmet aratunk. A jelmezek is épp elég borzogást okoztak az ágyusok számára, de a szurkolók az izgalomtól remegve várták a Chelsea elleni rangadót a Stamford Bridge-en. Blackpoolban élünk, szóval nem kis utat tettünk meg idáig, viszont ez egy remek lehetőség, hogy egy jót mulassunk és lássuk a meccset is. Úgy érzem, hogy én izgatottabb vagyok, mint ő, de nagyon jól érezzük magunkat. Öt gól. Arteta, Van Persie, Gervinho, Song, és újra Van Persie. Elaludtak a fények, működésbe lépett az óriás kivetítő, elkezdődött a meccs. Sajnos az Arsenal kezdése olyan volt, mint egy horrorfilm. Hátrányban, de még nincs veszve semmi. Az Arsenalnál még reménykednek. A folytatás már olyan, mint egy igazi mese. Háza lefújáskor. Az eredmény nem csak 11 ember sikere a Stamford Bridge-en, hanem egyben az ifjú ágyusoké is, akik rengeteget dolgoztak, hogy létrejöjjön ez az esemény. Nem egyszerű dolog összehozni különböző korosztályokat, összehozni és programot csinálni nekünk. Szintén nehéz felügyelni a dolgokat. Többek között ma reggel is 5 órakor keltem. Viszont minden nagyon rendben működött, és az ilyen sikerekért érdemes dolgozni. Az 5. gól hozta meg azt, amire vártunk. A gyerekek ugráltak, repkedtek a táskák az égbe, mindenki mosolygott, és összességében ez a nap nem is sikerülhetett volna jobban.